Ezt a barbershopot néztem ki magamnak. What's your name? I'm Sammy. Okay, I'm Abel. Na hát a végén ilyen barbecue tinta halat eszünk. Hát szia, te is itt vagy. De jó látni téged. Kicsit hamis. Running wild into the dark night. Bajban vagyok. Mi ez? Madárfészek? Vagy muszáj ezzel valamit kezdeni? Ti tényleg így szoktatok cipőt kötni? Sokkal egyszerűbb így nézd. Látod? Kész is van. Ez fura. Amikor megnyomod a gombot, akkor a világításnak ott kéne maradnia. Lehet, hogy nem jó a lift. Az mondjuk szívás lenne, mert azért elég sok emeletet kell gyalogolni. Jó, csak megjött. Nem is értem. Eddig mindig úgy maradt. Teljesen meg van bolondulva a lift. Megyünk felfel folyamatosan, csak azt nem tudom, hogy hova. Na végre. Jó, átállt. Lobby. Gyerünk a lobbyba. Hogy látjátok-e, de rövid nadrágba sikerült elindulnom ma, és ez akkora hatalmas élmény számomra, mert amióta itt vagyok 25 napja Kanadában, nem volt kettő egymást követő nap ilyen gyönyörű napsütés. És most már ez a harmadik nap napsütés, és tetejében megjött a 25 fok vele együtt, úgyhogy ilyen idő van. Jelenleg egyébként Vancouver belvárosának a Yale Town város részében vagyok, ami az 1880-as években egy ipari területként alakult. A neve, hogy Yale Town, onnan ered, hogy nagyon sok embert telepítettek be ide az ipar miatt Yale városából, úgyhogy így lett az, hogy ez is akkor megkapta azt, hogy Yale Town ezt a nevet. És az 1900-as években az egyik legfontosabb és leggyorsabban fejlődő ipari része lett a városnak. Aztán 1960 körül az ipar kezdett egy kicsit lecsökkenni, és ez a város rész átalakulni. És utána az 1986-os Világ Expo alkalmával ez a városrész átalakult, és az ipari területeket lebontották, és helyette felépítettek lakóházakat, lakónegyedeket, illetve irodaközpontokat. A mai napig egy-két ilyen téglaépületet így végig lehet nézni. Manapság pedig Yale Town az egyik leggyorsabban fejlődő városrész, és ugyanakkor megmaradt egy régi része, ami emlékeztet arra, hogy milyen volt akkor, amikor épült az egész. És ezekben az ikonikus téglaépületekben manapság már sörfőzdék, éttermek, szivarklubok. Emlékszem két éve, amikor erre sétáltam, akkor kint ültek az idősebb emberek, és szivarozgattak, és közben beszélgettek, úgyhogy ilyen full chill az élet itt a Yale Townban. Viszont én jelenleg Yale Townba egy másik küldetés miatt jöttem, azért, hogy megszabaduljak a régi hajamtól, és hogy szépé varázsoltassam magamat. Otthon már megvan a kiválasztottam, barber terén is. Viszont itt Vancouverben még sose voltam, és egyébként meg szeretek eljárni, már csak azért is, mert tök jó ilyen férfi program, lehet csacsogni, lehet beszélgetni, lehet ismerkedni, úgyhogy szerintem egy tök jó program egyébként egy ilyen barbershopba való elmenetel, és hát ezért is szokták egyébként a turisták rendszeresen Pesten is látok csak így turistákat betérni, és megszépülni így barbershopokba, mert az egy jó élmény. Úgyhogy gyertek el velem, szépüljünk meg együtt, és hát remélem engednek bent videózni. Meg hogy lesz hely egyáltalán. Itt van tehát Yale Town szívébe. Ezt a barbershopot néztem ki magamnak. Ha menjünk be. I don't have an appointment. I don't know if you have available slots for haircuts. Just grab a seat, come be comfortable. Okay, okay, okay. Thank you very much. Na, hát engedték, hogy videózzak. I'm feeling good. Thank you. Nice weather. Everything. What's your name? I'm Sammy. Sammy. Okay. I'm Abel. Nice to meet you. Abel. Coming from Europe, Hungary. Yeah. Yeah.
Bye-bye. Hoppá! Hoppá! De megszépültünk. Azt figyelj! Azért én úgy vagyok vele, hogy egy fodrászat mindig sokat tud dobni a kedvemen, a megjelenésemen, és úgy a magabiztosságomon is, úgyhogy ideje volt elmenni fodrászathoz. Egyébként nagyon kedvesek voltak, bementem, azt mondtam, hogy nincs időpontom, és szinte azonnal leültettek engem, és azonnal elkezdték vágni a hajamat, úgyhogy ez teljesen jó élmény volt számomra. A beszélgetés része nem sikerült annyira jól, nem találtam annyira sok közös témát a fodrászommal, de hát ez megint csak olyan dolog, amit ki kell tapasztalni. Otthon se az első fodrásznál ragadtam le, hanem a sokadiknál, és ott találtuk meg az összhangot. És azt nézzétek, a szép virágzó cseresznyefával milyen gyönyörű lettem, nem? Új hajjal! Ára egyébként nem annyival drágább, mint otthon mondjuk egy barbershop. Otthon olyan 6-7 ezer körül vannak a férfi hajvágások egy barbershopba, egy jobb minőségű barbershopba. Ez most itt 36 kanadai dollár volt, amit hogyha átszámol az ember, akkor hát annyival tényleg nem több. Megint csak ahhoz viszonyítva, hogy mennyivel többet keresnek itt az emberek, úgyhogy megint csak azt mondom, hogy ez hozzáférhetőbb itt. Most pedig hátunk mögött hagytuk már Yale Town-t és vele együtt a régi ipari városrészt, és hát sétálunk egy új kedvenc városrészen felé. Akkor 10 kilométert futottam itt a városban, és hát ezt az útvonalat tettem meg, amit most itt nektek bejelölök végig. És azon kaptam magamat, hogy én amikor kijövök ehhez az öbölhöz, akkor mindig a túlparton vagyok. És amikor múltkor erre futottam először, és átjöttem az öbölnek erre az oldalra, akkor kellett, hogy ráeszméljek, hogy ez mennyivel szebb ez az oldal, ugyanis itt az ember rálát az összes felhőkarcolóra, ami Vancouver belvárosában van. Ugye mi most átjöttünk azon a hídon, ami ott van, az a Cambie Bridge, illetve mikor legutóbb itt futottam, azt is észrevettem, hogy teljesen a belvárosba futok ugyan, de nincs semmi smog, ugyanis ez az óceáni levegő, ez kipucolja a smogot, tehát hogy nem engedi, hogy megüljön itt a városban a smog, hanem szépen elfújja, és annyira jó itt futni, gyerekek, és ezt a kilátást meg nem lehet megunni. Még hogyha csak szimplán modern épületekről is van szó, a jachtokkal, a sok vitorlással, a közlekedő akvabusszal, ami ez itt, a háttérben ott a házak mögött meglapuló hegyek, hegycsúcsok. Hát ez a kilátás számomra megunhatatlan. Amíg drónoztam, addig itt ültem ezen a padon, és csak néztem ezt a szép kilátást, persze amellett, hogy a drónt is néztem. És be kell, hogy valljam, hogy hálás vagyok tényleg a futásnak. Nem csak azért, mert hogy egészségesebb vagyok, a mentális egészségem is jobb azáltal, hogy levezetem a feszkót, hanem ilyen helyeket lehet felfedezni vele. És mennyi változott 2021-hez képest, amikor is legutóbb itt voltam? Emlékszem, hogy ott még figyelmeztettek arra, hogy sötétedés után nehogy a Stanley Parkba menjél futni, mert hogy a préri farkasok beleharapnak a futókba. És akkor azt gondoltam, hogy ki az a hülye, aki futni jár, és ki az a hülye, aki sötétbe jár futni, és ki az a hülye, aki tudván, hogy préri farkasok belét haraphatnak, ennek ellenére elmegy futni. És most itt vagyok 2023-ban, és az összeset kipipálom. És hát én vagyok az a hülye, aki elmegy futni, én vagyok az a hülye, aki sötétedéskor elmegy futni, és én vagyok az a hülye, aki pont leszarja, hogy vannak préri farkasok így a város szélén, ugyanúgy elmegy futni. Látjátok ezt a karakterfejlődést? Mint hogy egy filmben lennék. Ez a karakteremnek egy komoly fejlődése. Vancouverben minden nyári hétvégén van egy ázsiai piac, ami csak is este és csak is hétvégén működik. És 2 éve, amikor itt jártam Vancouverbe, akkor már nem volt. Viszont ezúttal szerencsém volt, ugyanis pont ezen a napon volt a piac nyitó hétvégéje, úgyhogy azt szabtuk ki estére, hogy anyával ellátogatunk erre az ázsiai piacra, és megnézzük, hogy miért olyan híres ez. Hát, meg is érkeztünk a Richmond Night Markethez, ami a következő programunk, és mint ahogy mondtam, ma van a nyitónap, tehát ez minden
szezonban, ilyen május környékén indul el, és tart egészen, hát nyárig, tehát nyáron tart. És minden péntek, szombat, és vasárnap is? Vagy csak péntek, szombat, vasárnap. És ma van a nyitó nap, ezáltal iszonyatosan sokan vannak. De még pont időben megérkeztünk, ugyanis még nem este lett be teljesen. És még volt parkolóhelyünk. Jú, mekkora sor van! Hát ezt mondom! Jú! Már mi kell ez neki? Hát kell! De hogy van ott a sor? Atyaég! Nézd meg, ilyen kajákat fogunk enni! Kicsit sokan vannak, igen. Közben ott szállnak le a repülők, China Airline. Tessék, a China Airline megérkezett a Richmond Night Marketba. Utána még lesz egy belépő is, tehát még belépőt is kell fizetni, és akkor bent meg ugyanúgy csak pénzt tudsz költeni, kb. De az biztos, hogy eszünk valamit, iszunk valamit, és amúgy meg megnézzük, hogy milyen a hangulat. De most várakozunk. Nem is kellett annyira sokat várni, 20 perc, 20-22 percet vártunk sorban, elment az idő, úgyhogy bejutottunk, és egyből az ételeket fogjuk megnézni, mert mind a ketten nagyon éhesek vagyunk. Hú, anyuska, mennyi dolog van, nézd meg, polipok, itt a polipod. Úristen, de sokan vannak. Atyai. Nagyon-nagyon nagy nyüzsgés volt a piacon, és hogyha körbenéztünk, akkor azért láthattuk, hogy nem mi vagyunk a célközönsége ennek a piacnak. Mi csak sétáltunk körbe-körbe, és azt se értettük, hogy mi micsoda, annyira furcsa ételek voltak. Azt, ezt a leghalat figyeljétek! Az igen! Júj! Hát micsoda! Fényfüzérek, gyerekek! Egyelőre azt keressük, hogy hol fogunk enni. Nagyon nem ismerem egyébként az alap ázsiai kajákon túl, nem nagyon ismerem a többi kaját. Úgyhogy nagyon sok mindenre furcsán nézek, hogy atyaég, mi ez? Na, mondjuk ilyen csavart fagyi otthon is van. Na hát a végén ilyen barbecue tinta halat eszünk, és hát lehet kérni, hogy nagyon csípősen, kevésbé csípősen, semennyire csípősen. Hi! Can we have a, you, Abel? Yeah, for me only barbecue squid rings. Yeah, yeah. Okay. Yeah, for me the squid meat. Yeah, okay, yeah. Okay, okay. A little spicy. Yeah, sure. Okay, yeah. 37. Both. Cash only. See you. Yeah. Thank you. 给了两份，两份多少了啊？这是第二份，嗯，对。Yeah. And the other one only rings. Okay. Thank you. Thank you. I'll take mild. Így fogjuk meg enni? Hát csak így állva tudunk enni. Tehát ezek tintahal karikák, kicsit barbecue-zva, barbecue, és azért a enyhén csípős is elég csípős. Nekem ez túl csípős. És akkor anya pedig annyi különbséggel, hogy ő kapott kis polip csápokat is. Amúgy jó, de iszonyat drága. Így kaja közben azt azért elmondom nektek, hogy ez Észak-Amerika legnagyobb esti ázsiai piaca, vagy kínai piaca. Úgyhogy nem csoda, hogy ennyien vannak. Több mint 1 millió látogatót vonz be évente ez az egész komplexum. És mindezt úgy, hogy csupán nyáron van ugye ilyen. Úgyhogy ahhoz képest azért elég sok az 1 millió ember. És hát 1994 óta működik ez. Eleinte máshol volt, és utána amikor kinőtte magát, akkor kiköltözött ide Richmondba, ami annyira nem gáz, mert amúgy is Richmond egy teljesen ázsiai város Vancouver közelében, ami össze van kötve, szinte összenőtt Vancouverrel, úgyhogy jó helyre telepedett, és hát ennyi. Eszünk tovább. Fogásnak pedig ilyen, hát sima krumpli saslit eszünk. De én lehet más ízesítést fogok, nem sósat. Krumpli az 10 dollár. A kaja, az előző kaja az 16 dollár. Ezeket feliratoztam nektek forintban. Érdemes ilyen pénzekkel számolni, hogyha ide látogat az ember.
De hát igen, ez itt az élményt fizeti meg az ember. Thank you! Nagyon durván kamu cheddar szaga van. Ez ebbe a szószba szerintem semmi cheddar nincsen. Hát ilyen por. Amúgy nem rossz. Tudjátok milyen? Hogyha ettetek már sajtos cheetos, akkor olyan íze van. Kb. Mint az az ízesített sajtos cheetos, ami ilyen spirál alakú. Minél többet eszem, annál jobban ízlik. Biztos egészséges. Na és a kaja részlegről áttértünk a kirakodó vásár részére. Telefontokok, sapkák, napszemüvegek. Mi ez a póló, te jó ég? És ez mi? Kijelentkezik egy ilyen pólóra. Hát szia, te is itt vagy. De jó látni téged. Kicsit hamis. Running wild into the dark night. Szegény. Akkor mint a Maci, nézd meg! Úgy, kb. Úgy táncolunk, mint a Maci. I can't help falling in love with you. Take my hand. Na, jó van! Take my whole life too. Na, mit szólsz hozzá? Meg körbejártunk? Körbejártunk. Menjünk haza? Help, falling in love. Felmenjek én is a színpadra? Következő közönség találkozómat itt, a Richmondi Night Marketben tartom, úgyhogy mindenkit várok szeretettel Richmondba, és itt akkor gyülekezhetünk. Végeztünk? Végeztünk. Komolyan? Komolyan. És hát ez lett volna a kis esti ázsiai piac élményünk, úgyhogy minden fasza. Egyébként egész gyorsan körbejártuk, egy olyan másfél órát voltunk összesen itt a sorban állással együtt, úgyhogy persze több időt is el lehetne itt tölteni, de egész gyorsan is be lehet járni. A kajákért sorba kellett állni egy picit, de a hangulat miatt mindenképpen én örülök, hogy végül kiálltuk a sort. Anya, tetszett, nem tetszett? Nagyon. Jó van. Kiváló. Hát ez egy hidden gem. Ez egy hidden gem. Vancouver hidden gem. Már kire találni az autó? Az biztos. Hát ez nagyon hamis ez a country énekes szegény. Hát ez olyan, mint egy falunap kb. Akkor az. Ez egy ilyen falunap fellépés. Nem ám egy Jude Law vagy egy Azaria koncert.